Nekem a professzor úrról az emlékeim hallgatókoromra nyúlnak vissza, de őt mindenki ismerte. Mindenki tudott róla, sőt, és ez talán a legendáriumának a része, olyanok is ismerik Benedek Ferenc nevét, akik lehet, hogy életükben nem jártak a pécsi karon. A professzor úr a maga profán stílusában tudta a hallgatónak tudtára adni azt, hogy ez talán nem elég, hogy jöjjön legközelebb, hogy 26 tétel természetesen, de majd egy másik alkalommal, de a tudást azt nagyra értékelte. Legalább ennyire becsülte azokat a hallgatókat, akik lehet, hogy hosszabb időbefektetéssel, de produkciót tudtak letenni az asztalra. Áhítattal jöttünk, mikor átlépett a szemináriumnak az ajtaját, gyönyörű könyvtárat, szakkönyvtárat, mint a templomba, úgy léptünk be. Mi fanatikusai voltunk, nem csak én, aki mondjuk egyetemen maradtam, hanem azt mondom, hogy az egész 30-as évfolyamomnak mondjuk a háromnegyed része. Ilyen fanatikus, hogy csak a 100%-os tudás az igazi tudás. Egyetemünknek ugye az a jelmondata per aspera ad astra. Ezt még 1914-ben találták ki, amikor Pozsonyban megalapították. Per aspera, kemény munkán keresztül megyünk a csillagokig.